Jó napot kívánok, sziasztok, köszöntök benneteket az M3 Autóparkban. Vagyunk itt a 15. kerületben, Concerto, és én vagyunk itt a háttérben. Hadd mutassam be nektek egyéb iránt még a Mazda 3-asunkat, egy 1.6-os benzines, 105 lóerős moci van benne, ugye elég szépen halad, ha odalépünk neki, akkor meglódul a kis masinánk. Ugye 5-ajtós verzió, nagyon szép gumik vannak rajta, és jó felnik, Mazda különben a felni rajta, elől-hátul tárcsafékes, friss műszakival rendelkezik a jármű, és van ajándékunk is még hozzá ott a hátuljában, amit meg fogunk nézni. Ugye metálkék színű a járgányunk, ezt látjuk, és hogy le van sötétítve egy kicsit jobban hátrafelé, ez meg is van a műbizonylata különben, és benne van a kocsiba, tehát ez teljesen hivatalosan rajta van ezen az autón. Teljesen tökéletes a szélvédője, nincs rajta kavicssérülés, oldalüvegek is mindenhol egészséges, és a lámpák is ugye működnek, világít mind a kettő városink, és kötfényszóros is a járművünk, az is egészséges, ugye nincs összetörve, az a legsérülékenyebb szerintem a lámpák közül, ez az alsó szekció. Megnézzük a motorteret. Ugye Mazda márka szervizbe járt sokáig az autó, itt látszik is, hogy 81.000-nél volt egy Mazda márka szervizes ilyen kis emlékeztető. Ugye ezt alvásszám szerint a Mazdáéknál ugye visszakövethető, ugye digitális szervizkönyvvel rendelkeznek ugye a Mazdák, folyadékszintünk rendben van, és kicsit befogom a számot. Halljátok, hogy hogy ketyerészik, és megpróbálom húzni egy kis gázt. Azt gondolnám, hogy ez nagyon szép és egészséges motorhang, ezzel biztos, hogy itt probléma nincsen. Na és akkor ezt be is csuknak, látjuk, hogy van klíma is benne, klímahűtő, van benne ABS, menet stabilizátor, hát minden, ami a Mazdáéknál ugye ennél a TX felszereltség, ugye takar az benne van ugye. Akkor megnézzük a hátulját is. Hogyha így már körbe sétáltuk, amúgy kulcs nélkül is kezelhető az autó, gombnyomással lehet ugye ezt nyitni, zárni a teljes autó zárjait, ugye egy lapos kulcsa van neki, van hozzá itt akkor egy szebb téli gumi, akkor ez lenne az ajándék, amiről beszéltem. Itt látjátok, hogy nagyon jó mintázatú ez még, ezek lemezfelnire vannak szerelve, úgyhogy bele tudjátok még majd tenni, ugye a garázsba berakjátok, és akkor télen föl lehet szerelni, most már biztos, hogy nem fog kelleni, szépen kisütött a nap, jó idő van, és nincs szerintem már lassan szükség. Kalaptartó most egyelőre csak ide van téve, mert ugye gumiktól nem férünk el, meg a felniktől, tehát ezt látjuk, hogy nagy csomagterű autó, négy felni, négy gumistól ugye benne van az autónknak a csomagtartójába, le se kellett, vagy el sem kellett nyitni ugye a hátsó részletnél itt ugye ezt a támlákat, úgyhogy benne van a helyen ugyanúgy mozdulatlanul. Ugye függöny légzsákos a jármű, elől légzsák, oldal légzsák. Van egy könyök támasz, ami felhajtható és beköthető a gyermekülés, ugye nagyon kellemes és szép, tiszta különben a belseje, normális autóillat van benne, és Bose Hit is ugye az autó, aki szereti a jó zenét, az fogja értékelni majd, hogy a kedvenc zenekarának igen kellemes hangzás biztosít majd ugye ez a set benne, ugye elő-hátul, és így akkor a belsejét meg fogjuk nézegetni még. Először is a kormányt egy kicsit visszatesszük a helyére, ugye négy irányban állítható a kormányoszlop, 130.046 km futású az autónk. Hát jár a motor, ugye ezt láttuk, hallottuk, innen is adagolom neki a gázt, innen is megy, van benne menet stabilizátor, kipörgésgátló, négy darab elektromos ablak, elektromos tükör, ezeket tudjuk azonnal munkára fogni, működnek benne, van egy esőérzékelő és egy bőrkormány előttem, ugye szervó és ugye egy gombsor van itt bal oldalon, ez a gyári zenének különben a irányító felülete, amúgy CD-táras, hatlemezes CD-tár van benne. Tényleg szépen szól, meg pár csatornát ide benyomtam, lehet hallgatni jó zenéket. Stílus és szenvedély. A klímánk ugye digitális klíma van benne, itt a kijelző
jobb oldali részén látható ugye a klímánk, és van benne ugye fogyasztásmérő, komputer, tehát lehet nézegetni majd az autónak a fogyasztását. Ugye ötös a váltó, ezt mondottam, van két pohártartó, könyöktámasz, amiben van szintén tárolási lehetőségünk, amúgy a kesztyűtartóban is van bőven hely, tehát itt is, ott is, tehát van benne jó sok hely, sok autóban ugye nincsen ilyen nagy hely, és ugye mivel kulcs nélkül kezelhető, itt be se kell dugnunk semmit, hanem elég, ha csak a zsebünkben van a kis lapos kulcs, amit tényleg a zsebemben is van, valahova eldugtam. Ígyni, ilyen kulcsa van neki, ez elég, ha nálunk van, a zsebünkben van, persze kulcs is van benne, hogyha lemerülne az elem, akkor ugye nem azon, hogy állunk az útszélen a kis lapos kulcsunkkal, és nem tudunk arra sehova menni. Na, leállítom a kocsit, ígyni, és akkor indítsuk újra. Tehát csak elforgatjuk ezt így, mintha kulcsot fognánk a végét, és már is jár benne a motor. Itt megjelent a Bose felirat különben, hogy itt is láthatjuk, hogy pontosan egy jó minőségű zene van benne, és könnyedén és finoman indult, és mint látjátok, már egyesbe vagyunk, és egy nagyon kis rövid próbautat én elkezdenék vele. Be kéne kötni magam, jelzi is itt a tükör fölött ez a három lámpa, be is kapcsoltam magam, ott is kiadtak a műszerek, ugye minden rendben van vele, megyünk egy ilyen rövid kis házikókört, egy nagy házikó, és ezeket a házakat én megkerülöm most, egy párat váltunk előre felé. Csendes, hallottátok a motortérből. Ja, és hát ne felejtsük el, hogy van itt még más extra is. Például ugye friss műszakival kínáljuk a járművet, 24 harmadikóig tartó műszakival. Itt van az eredeti gyári szervizkönyve. És mint látjátok, itt van velem Feri és Peti is. És Ferinél van valami, azt meg is fogom még majd mutatni nektek. Szerintem az is érdemes lesz megnézni. Na, és akkor közben haladunk, itt látjátok. Légzsákok, függöny. Nagyon jól reagál a gázadásra. Nagyon kellemesen. Jól fog a fék. Lassulunk. Hogyha odalépünk neki jobban, akkor nagyon jól megáll az autó. Nem húz el a kormány sem. Megint nyomunk egy kövéret neki. Jó kis fehér számlap van itt. Hát, sajnos eddig tartott ez az utazás, még ide beállok valahová, és akkor megnézzük, hogy mi van Ferinél, mert azt még megnézném, remélem benneteket is érdekel. Ide be is fog vele állni, majd ez lesz a helye a masinánknak, és akkor nézzük, Ferikém, mit hoztál, kimaradtál a szórásból. Igen, ezt a motortérbe találtuk, ezt a címkét, ugye a Szaki rakta oda, megmentettük, mert egy ilyen kis zsinóron lógott, és ez egy 17.5. havi 91.600 kilométeres olajcsere címke. Ezt ide tesszük, mert ez se olyan rossz dolog, hogyha az embernek vannak ilyen kis támpontjai, úgyhogy biztosak lehettek benne, 130 ezer kilométer futott, 3-as Mazdával ültünk bele, ami benneteket vár, rettentő jó zenével, meg egy 105 lovas benzinmotorra. Köszönöm, hogyha nyomtok egy ilyet a videó végére, iratkozzatok fel a csatornánkra, gyertek el hozzánk,